A fennállásának 235. évét ünneplő falu köztudatában mindig is előkelő helyen állt a meggy. Sokak számára ma is megélhetést nyújt, mások pedig el sem tudják képzelni otthonaikat meggyfa nélkül. Ház eleje meggyfa nélkül, nem is lenne a ház eleje, úgyhogy ott a meggy. Hát én azért úgy szedni nem szeretem, majd megmondom őszintén, de amit még már ugye meg kell csinálni bele a kompót, a lekvár, a likőr, a szlátka, azt már megcsinálom. A Hestia Nők Egyesületének tagjai meggyből készült süteményekkel és lángossal várták a látogatókat. A gyerekeket a Vidán Park, az idősebbeket a kirakodóvásár vonzotta. Mi az, amivel készültetek? Milyen szörpök kaphatók nálatok? Citromfű, bodza és meggy. Ezek közül melyik a legkelendőbb? Talán a citromfű, mert azt ritkán szokták készíteni így otthon. Mindenkinek megvan a nagyi bodza szokja, amit mindenki iszik, de a citromfű az nem olyan elterjedt, azért nagyon szeretik, de a gyerekeknek a meggy a kedvence általában. A koronavírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel a megszokott kulturális műsor idén elmaradt, ahogy a marhapaprikás főző verseny is a korábbi évekhez képest másképpen zajlott. Az idei falu és meggy napok szervezésében igen mélyen bele szólt a COVID-19 járvány, és ennek függvényében ugye igyekeztünk helyi közösség szinten a tanáccsal érdemszerű és okos ötleteket hozni. Hajnal Jenő, az MNT elnöke az eseményen elmondta, fontos, hogy a közösség az értékeit saját hasznára tudja fordítani. A meggy, amely ezen a tájon, de ebben a faluban olyan sajátos módon érlelődik, és olyan különleges íze zamata van, és annyiféle fölhasználása, hogy bizonyos értelemben a mi tájunknak az értéktárába tartozik, és bizonyos értelemben mi Hungarikumnak is tekintjük. A megfelelő hangulatról az Azurro Band gondoskodott, akik a közismert magyar és szerb dalmokon kívül világi zenével is kedveskedtek a nagy érdeműnek. A programsorozat vasárnap szentmisével zárul.